Nagyon örülök, hogy sikerült ezt az interjút létrehozni, és hogy eljöttetek. Első körben azt szeretném megkérdezni, hogy nincs-e bennetek egy kis izgalom, vagy egy kis druk, hiszen már itt vagyunk az esti előadásnak a küszöbén. Hogy érzitek magatokat? Bennem mindig van druk. Teljesen mindegy, hogy a premier, vagy a sokadik előadás, vagy gyermekelőadás, vagy felnőttek megszóló nagy színpad, vagy kis színpad, mindig van egy egészséges druk. És hát most egy pár hét szünet volt, ugye a premier óta akkor lejátszottunk 2 előadást, úgyhogy most át is néztük a szöveget, kis próba is volt a gyerekekkel, de hát nagyon várjuk meg közben, ugyanakkor ez egy ilyen várakozással teli izgalom. Bese, te szoktál izgulni? Én, hát egy kicsi izgulás mindig van bennem, de igazából én nem érzem annyira bizonytalannak, szerintem jó lesz. Emlékszem az első alkalommal, mikor én láttalak titeket együtt, azt hiszem, hogy ez volt az első találkozások egyike, a Molino fotózáson, amikor hirtelen egy nagyon intim kapcsolat alakult ki, ugye meg kellett ölelnetek egymást, úgy kellett viselkedni, mint hogyha már ugye ismernétek egymást. Azóta hogy alakult a próba folyamat során, hogy alakult ez a viszony? Igen, hát azt hiszem, így a színészek életében nagyon sokszor előfordul ez, hogy hát az ember pár perce ismer valakit, és arra kényszerül, hogy mondjuk egy szerelmi jelenetet próbáljon, hogy a felnőttekről van szó, és én azt hiszem, hogy én ebben edzett vagyok, de ugye nem tudhattam, hogy be semmit szól majd ehhez, hogy ő neki voltak-e már színházi szerepei, és valóban, amikor a Molino fotózás volt, akkor már túl voltunk az olvasópróbán, de ismertük egymást, de mivel időrendben haladtunk az előadás próbájában, ugye az előadásban is először csak megismerkedünk, történnek dolgok, és aztán kezd úgy elmélyülni egy ilyen nagyon nagy szeretetté kettejük kapcsolat, egy ilyen anyai gondoskodássá, féltésé bennem, úgyhogy tömben akkor még el se jutottunk addig a darabban, hogy egyáltalán megölelem a Besét, illetve az Olivért, és hát valóban ugye tudtuk, hogy ez egy fotózás lesz, és tömben erre számítottunk, de azért mégis egy picit zavarban voltunk, de szerintem ez természetes, és aztán ugye, ahogy zajlottak a próbák, egyre többet próbáltunk, és megismertünk egymásból, és hát Bese egy igazi hős, szóval annyira felnőtt színész kollégaként viselkedett, úgyhogy szerintem sokszor én nagyobb zavarban voltam, mint ő. Igen, ezt szerettem is volna megkérdezni, hogy te hogy látod, hirtelen belecsöppentél, ugye még nem szerepeltél színházi előadásban, és akkor egy elég komoly előadásban, ráadásul főszereplőként így belecsöppentél. Hogy érzed ezt? Hogy élted meg ezt az egészet? Igazából én először, amikor még a castingon voltunk, én nem is akartam idejönni, és amikor megtudtam, hogy főszereplő lettem, akkor nagyon lesokkoltam, és még pár napig nem is tudtam elhinni, és így már a próbaidőszak közben tudatosult bennem rendesen. És, de egyébként azért szeretted volna ezt a szerepet, tehát azért, vagy még amikor a castingon voltál, annyira ez így nem volt benned, hogy most szeretném, vagy nem, vagy eljöttél és megcsináltad? Igen. De azért azt hadd tegyem hozzá, hogy ez a lazaság, ami most a Beséből árad, ez egy hatalmas előny. Tehát, hogy én mindig azt éreztem rajta a próbák alatt is, hogy teljesen örömérzetből van itt. Tehát, hogy nem görcsön rá, nem túl, hogy mondjam, túl szorgalmas. Tehát, hogy megvan az a lazaság, könnyedség, ami ez az egészhez kell, mert hogy ugye tényleg, amiről beszéltünk is, hogy föl kell oldódni, test közelbe kell lenni, kontaktusba kell lenni, ami ugye nem egy természetes dolog, és ez Beséből ez a természetesség tulajdonképpen. Éppen árad kezdettől fogva. Lehet, hogy azért is van ilyen előnye, hiszen még ugye gyerek, és azért a gyerekek a természetessége az egy picit talán eredetibb, mint egy gyerek. Hát én is gyerekként szerepeltem sokszor színpadon, én a Magyar Rádió gyermekkórusában énekeltem, és minket treníroztak. Tehát nekünk ugye meg pont hogy mondjam, nem tudom feltételezni, hogy a Besében, ő lelkében mi van, de bennünk meg ugye a feszesség volt. Tehát, hogy ki kell állni, teljesíteni kell, ettől eddig 100%-osnak lenni, versenyeket nyerni, de hát, hogy az is egy teljesen más hozzáállás, és természetesen a Bese is nagyon megbízhatóan játszik, és nagyon-nagyon pontosan, de ugyanakkor az egész lényéből árad ez a könnyedség, ez a természetesség, és ez szerintem ez nagyon, nagyon jót tett így a közös munkának. A közösségi oldaladon kutakodtam egy kicsit, és láttam, hogy elég sok előadás fut
jelenleg is. Mesélj erről egy kicsit, légy szíves. Igen, én itt vendégként vagyok Dunaújvárosban, de már szerepeltem egy fantasztikus gyerekdarabban, a Mikrokozmoszban, és nagyon-nagyon szerettem, azt is Csadi Zoltán rendezővel csináltuk. Ő hívott meg rá, ő gondolt rám, és ennek folytatása lett így most az Olivér, de valójában én, nekem az anyaszínházam az a Budapesti Operettszínház, és hát ott nagyon sok darab repertoárom van, aztán elfelejtjük egy időre, aztán újra játsszuk, ami már évek óta megy, szóval ott egy ilyen nagyon nagy körforgás van, és jelen pillanatban is azért elég sok darab megy, az István a királytól kezdve az Abigailen át, de említhetnék mondjuk operetteket is, mint a Lili Báróni vagy Luxemburg grófja, úgyhogy hála Istennek ilyen nagyon színes az élet, de ott ez egy megszokott dolog, hogy sokszor elbúcsúzunk daraboktól, aztán előkerülnek újra mondjuk ilyen ifjúsági darabok, úgyhogy most ott is egy nagy változás kellős közepén vagyunk, egy igazgatóváltásban, és hát várjuk a jövőt, de én nagyon-nagyon nagy örömmel jöttem ide. Nagyon-nagyon, hát nagy vágyam volt ez a szerep, Nancy. Tehát egy zenés színésznő életében azért megvannak azok a pontok, amikről tudja magában, hogy mondjuk a hangfaja predesztinálja arra, hogy ezeket a szerepeket eljátsza, és nagyon-nagyon örültem neki, amikor Zoli felhívott és mondta ezt, és annak külön örülök, hogy gyerekekkel játszhatok, mert az én kisfiam most 5 éves, és nagyon-nagyon hasonlít a Besére egyébként, csak ugye sokkal kisebb, még óvis, és ezért egy külön érdekesség ezt most anyukaként, anyaként megélni ezt az egészet itt, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Igen, gondolom már a történet miatt is ezt anyaként elég más, hogy látod ezt a történetet. Igen. Eddig is az érzékenységem megvolt minden ilyen témára, de azt hiszem, hogy ez most így külön az ember szívébe belevág, belefúródik, amikor hát ez egy nagyon nehéz sorsok, tehát hogy azért ez a Dickens-i világ, ez nem is tudom például Bese, hogy hogyan áll ehhez, hogy mennyire éli ezt át, vagy mennyire lehet ebből így megbirkózni, de azért ez egy nagyon kemény világ, de hála Istennek ez a darab pont a szeretetről szól, és arról szól, hogy igenis vannak segítő emberek, vannak segítő szándékok, és történhet csoda minden életben. Na hát itt a kérdés, Bese, neked ez hogy jön át, hogy tudod te ezt a nagyon nehéz sorsot mégis ilyen nagyon könnyeden, és nagyon, azt látjuk mi nézőként, hogy egy nagyon könnyeden és nagyon lazán át tudod ezt adni, ezt az egészet, de közben ez egy nagyon nehéz történet. Hát igazából ebben van egy kicsi baj, hogy annyira nem tudom magamat beleélni. Nyilván van egy kicsi idő, amíg a darab elején ott egy kicsit jobban belemélyülök, és ezért is nem nagyon izgulok, mert nem nagyon figyelem a közönséget, hogy ki és hol ül a közönségben. Hát mi, nálunk ez egyáltalán nem látszik, de kívülről az, hogy esetleg nem éled úgy bele magad, azt senki nem mondaná meg. Igen, Besének azért annyi dolga van, de hát belépni, ott lenni, kellékeket bevinni, túl azon, hogy egyébként a szerepet is megformálja, de talán a gyermeki lélekkel kevésbé gondol ebbe bele az ember, mint amilyen a felnőtteknek még egy plusz gondolata van e mögé, és hát tényleg a gyerekszereplők feladata az, hogy ők ezt szépen elénekeljék, bejöjjenek, játszanak, és Bese fantasztikusan, tehát hogy annyira pontosan, és olyan sokszor kérdeztük, hogy ugye taszigáljuk, elesik, bántalmazás érén, ahogy mondjam, nyilván a színházi berkekben ugye ezeket kigyakoroljuk, de úgy sokszor így oda mentünk, hogy Bese, nem vagy kékzöld, nem fázol, mint ugye zokniban szaladgál a vége, és mindig azt mondta, hogy dehogy is, hát olyan boldog vagyok, úgy örülök neki, úgyhogy, és én erre emlékszem is a saját gyerekkoromból, hogy azért tényleg gyermek fejjel, gyermeki szívvel, lélekkel, ez félig meddig móka, és ugyanakkor meg egy nagyon nagy fizikai és szellemi teljesítmény is, hogy egy ilyen főszerepben így helyt áll a Bese, és nem is akárhogy, hanem ilyen fantasztikusan. És Bese, mit gondolsz, szeretnéd folytatni a jövőben? Vagy hobbiként legalább a színészkedést? Van-e már valami terved? Ezen sokat gondolkoztam, hogy most szeretném, vagy nem. Addig, amíg nem jött most ez a színház, addig inkább nagyon, szóval én zongorázok 5 éve is, és még most is inkább a zenével szeretném folytatni, de még most gondolkozok a kettő között. Hát igen, még azért van egy pár éved eldönteni, hogy mit is szeretnél, és hogy egyáltalán nem vagy elkésve ezzel. Közben Csati Zoltán rendező is megérkezett, aki csatlakozni fog. Sziasztok! Spontánul beülök ide.
Mint ami se történt. Ah, így van. Szia, Águsta! Szia! Jól vagy? Jól, köszönöm. Zoli, figyelemmel kíséred az előadásokat. Mennyire van szükség az előadások előtt próbára? Még ugye nagyon az elején vagyunk, nem 30-szor ment le az előadás. Mennyire van szükség az előadások előtt felújítani, akár a gyerekekkel külön próbálni, akár a színészekkel? Most csináltunk egy próbát, mert hogy utoljára a premier után lement, Águt említette, hogy 6-szor az előadás, és akkor kimaradt hát szűk egy hónap. Úgyhogy most úgy éreztem, hogy ez fontos lesz, hogyha csinálunk egy próbát, átmegyünk az összes koreográfián, most pont egy órával ezelőtt, egy fél órával ezelőtt csináltuk. Úgyhogy, de ügyesek, nagyon emlékeznek rá. Csak hát mégis azért egy profi színésznél nyilván ez teljesen más, hogy máshogy csapódik le, máshogy működik ez a dolog. Szóval egy profi színész azt tudja, amit bepróbált, azt tudja, otthon átnézi magának, és akkor előjönnek a szöveghez a gesztusok, a helyzetek, a szituációk, mikor mit csinál. Azért egy gyereknél azért ez egy más feladat, de nagyon ügyesek voltak. A te életedben ennek az előadásnak a rendezése mit éreztél, vagy mit érzel így már utólag, hogy már kész van az előadás? Persze mindig ugye előadásról előadásra fejlődik. Én nagyon fontos állomásnak tartom ezt az életemben. Ágot említette, hogy mi már találkoztunk a Mikrokozmosz kapcsán. Hát én sokat láttam őt az Operett Színházban, előadásokban, és nekem nagy vágyam volt, hogy dolgozzunk, és akkor tavaly meghívtam a Mikrokozmoszra, és nagyszerűen dolgoztunk együtt, kiderült, hogy nem alűrös, kiderült, hogy nem nagyképű, hogy egy csodálatos, gyönyörű hangú, tehetséges, nagyszerű ember, nem csak nagyszerű színész, úgyhogy ez egy olyan egyértelmű volt, hogyha csinálom, akkor ezt igazából vele szeretném csinálni, ő az egyik bázisa vagy biztos pontja, és ebbe sem meg egy csodálatos találmány ebben a történetben. Igen, ezt szerettem volna, hogy mesélj egy kicsit erről a castingról, hogy ez hogy is zajlott. Meghallgattunk Kurucz Gergővel, meg a Szekeres Petrával, aki az asszisztense volt az előadásnak, közel 100 fiatalt, és hát a Bese bejött, akit én nem is ismertem, nem is találkoztunk előtte, nem volt semmi tapasztalata, és lenyűgöző volt. Pont ezzel a tisztasággal, ezzel az őszintességgel, ezzel az egyszerűséggel, ahogy itt képviseli magát, meg ahogy itt beszélt az előbb. És ő volt az egyetlen, ott volt bent egy versenyzongora a színpadon, akit mindenkitől megkérdeztem, akinek fel volt a lapjára írva, hogy játszik hangszeren, hogy van ott egy zongora, akar-e odaülni, és mindenki azt mondta, hogy nem, és a Bese volt az egyetlen, aki odaült, és nagyszerűen eljátszott egy nehéz tempójú, bonyolult ritmusképletű dal. Nem emlékszel, hogy mi volt az, amit játszottál? Azt emlékszem, hogy másodszor a Bartóknak a Csillagok feldolgozását játszottad, ami az én személyes kedvencem. De... Háttérinfó? Nem súgtak. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és hogy tudtunk egy kicsit beszélgetni. Nagyon sok sikert az esti előadáshoz. Nem köszönjük tudom, hogy szabad-e ilyet mondani. Hát persze, sőt. Jó sokan lesznek, cipőkanállal kellett berakni a nézőket. Igen. A nézőtérre, de... Igen. Ja, hát köszönjük szépen. Aki meg szeretné nézni az előadást, annak nagyon oda kell figyelni, mert már az áprilisi előadásoknál is félházak. Na, ezt örömmel halljuk. Igen, szeretettel nem fog megcsalódni. Igen, ez a, talán az a különlegessége ennek, hogy ez egy nagyon komoly prózai előadás is egyben. Miközben musical is, tehát hogy szerintem akár a fiatalabb korosztálynak, akár az idősebbeknek, akár a zenét kedvelőknek, vagy a prózai előadásokat kedvelőknek, mindenkinek nagyon-nagyon jó szívvel ajánljuk. Legyen annyi örömük bennük, mint nekünk volt, mert nagyon szerettük ezt az egész próbai időszakot és ezt a történetet. Köszönjük szépen! Köszönöm. Köszönöm.